Jönnek az ünnepek, és sok helyen akció-akció hátán fogadja a vásárlókat. A tudatos emberek pedig tisztában vannak azzal, hogy egészséget ajándékozni mindig jó ötlet. Így bátran térjenek be a Bio ABC és büfébe, ahol nem csupán akciók, hanem szépen összeállított ajándékcsomagok is várják a tudatos vásárlókat. Például 30%-kal olcsóbb minden táplálék kiegészítő. 30%-kal olcsóbbak a hajfestékek. Tehát, hogyha akár ajándékozni szeretne valakit szeretteinek, a hölgy tagjainak a családban hajfestéket, nagyon jó minőségű bio hajfestékeket tudunk javasolni. Illetve 20%-os árengedmény van minden Alma Vin, tehát bio tisztítószerre. Természetesen ezek a készletereig értendők, ezen kívül bármit meg lehet rendelni, de az természetesen teljes áron. Ha pedig már az egészségnél tartunk, akkor nem mindegy, hogy mi kerül a karácsonyi asztalra. Az élelemétteremben ugyanis nem csak megkóstolni lehet az egészséges nyers vegán ételeket, desszerteket, hanem beiratkozva egy-egy tanfolyamra az elkészítésüket is meg lehet tanulni. Szinte miután megnyitotta az étterem, azóta tartunk tanfolyamokat. 2014. novemberében nyitottunk, és már 2015. januárjában tartottunk tanfolyamot. Nagyon nagy volt rá az érdeklődés, hiszen sokan nem tudták elképzelni, hogy nyers vegán alapanyagokból hogyan lehet ilyen ételcsodákat varázsolni. Ezt általában itt Győrben az élelemétteremben tartjuk, a Jókai utca 13-17 alatt, viszont most már számos olyan kérés érkezett vidéki városokból, hogy utazzunk el és tartsunk ott is tanfolyamokat, úgyhogy most már jártunk Sopronban, Budapesten, Németbányán, úgyhogy nagyon-nagyon nagy szeretettel megyünk bárhova, ova hívnak minket. A decemberi győri tanfolyam is nagy sikerrel zárult. Az érdeklődők többek között megtanulhatták, hogy hogyan készül a nyers vegán töltött káposzta, ami az ünnep egy kimaradhatatlan fogása. A levest, amit kiválasztottunk, az egy sütőtökös, édes burgonyás zöldség krémleves lesz. Készíteni fogunk természetesen töltött káposztát, hiszen nem múlhat el a karácsony töltött káposzta nélkül. Ugye ennek az lesz a specialitása, hogy teljesen gluténmentes, laktózmentes és húsmentes lesz. Készíteni fogunk főételből még egy sajtos karfiol morzsás köretet, kenyeret fogunk készíteni, desszertekből pedig egy kandírozott narancsos csokoládétortát, zserbót fogunk készíteni, Raffaello golyót, tehát próbáljuk átölelni azt, amivel tényleg egy ünnepi asztalra megjelenhetünk karácsonykor ételekben. Az egészséges élethez azonban a testmozgás is hozzájárul, melyet nem lehet elég korán kezdeni. A győri egészségpontban épp ezért szeptember óta már gyerekjóga oktatásokat is szerveznek. Ez a foglalkozás abban segít a kicsiknek, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek, mondta Rumi Melinda. A jóga oktató hozzátette, van óvi jóga és suli jóga is, melyekhez bármikor lehet csatlakozni. A gyerekjóga úgy van felépítve, hogy bármikor csatlakozhatnak hozzánk a gyerekek, hiszen az életkori sajátosságaiknak megfelelően alakítjuk az órát. Próbálunk arra odafigyelni, hogy ha a gyermek jelzi azt, hogy neki milyen mozgásra van szüksége, akkor azt beépítjük az órába. Minden egyes foglalkozás a mese köré épít, és a mese áll, illetve a gyerkőc a központba. És akkor, hogyha a gyerkőcöt látom, hogy szeretne egy kicsit mocorogni, akkor ennek függvényében fordítunk a mesénken is egyet. A gyerekjogáról, az ünnepi menüről és az egészséges ajándékokról további részleteket tudhatnak meg, ha velünk tartanak a híradó után, ahol a vény nélkülben ezeket részletezzük.